Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. További parkolók épülnek Szexárdon, a Kadarka lakótelepen fejleszt az önkormányzat. Veszélyeztetett korosztály sok fiatal drogokkal szerzi be élményeit. Uszód és Dunaföldvár volt a két vendégtelepülés, nyílt nap a paksi atomerőműben. Missziós nap, az elesettek támogatására hívják fel a figyelmet Tolnát. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Újabb parkolóhelyeket alakít ki Szexárd önkormányzata, ezúttal a Kadarka lakótelep kap autóbeállókat, enyhítve az itt élők mindennapi gondjait. A térség további fejlesztése is várható, a most balesetveszélyes utca is kiszélesedik rövid időn belül. Készül az alap a rövidesen birtokba vehető parkolóknak a szexárdi Kadarka lakótelepen. A helyben lakók sokat lobbiztak annak érdekében, hogy kényelmesen megállhassanak saját házuk előtt. Ez az eddig működött 14 parkolóval nem volt egyszerű. Most újabb 28 beállót alakít ki az önkormányzat. Ez 200 családnak a parkolási körülményeit fogja majd jobbá tenni. Bízom abban, hogy ezzel itt az áldatlan állapotokat meg tudtuk szüntetni. Egy teljesen korszerű, hosszú távú megoldást kerestünk, és nem csak a parkolót fogjuk kiépíteni, hanem vele párhuzamosan a járdákat is megépítjük, és a lépcsőházakat össze fogjuk kötni a parkolóval, hogy az időjárástól függetlenül meg lehessen közelíteni ezeket a helyeket. Az építkezést a Jövőnk Energiája programból finanszírozza a város. A 20 millió forintos beruházás 30%-át kellett önerőből fedeznie a költségvetésnek. Szexárdon az elmúlt két évben 110 autóbeállóval bővült a parkolási lehetőség. A Kadarka lakótelepiek számára az utca kiszélesítése is fontos lenne. Sokkal több autó van, mint amennyinek az elhelyezésére. Itt a környék nem ez a rész, itt a teljes környék lehetőséget biztosít, meg kell találni a megoldásokat. A parkolók átadása október végére várható. Csütörtökön kezdődik a szexárdi szüreti napok. A négy napos fesztivál ideje alatt a belváros teljes területén útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és parkolási tilalomra lehet számítani. A Széchenyi utcát is lezárják majd, de ott a szombati piac ideje alatt feloldják a korlátozást. A részletes útlezárásokról a szexárdiszüretinapok.hu oldalon lehet információkat találni. A szokásosnál több taxis lesz szolgálatban a szexárdi szüreti napok ideje alatt, erről a város vezetése egyezett meg a helyi szolgáltatókkal, azért, hogy minél többen kóstolhassák meg a helyi borokat, anélkül, hogy volán mögé kelljen ülniük. A folyamatosan működő szexárdi taxis drosztok mellé erre az időszakra még 6 állomást jelöltek ki. A város az ideiglenesen dolgozó taxisoknak a normál árhoz képest lényegesen kedvezőbb területfoglalási díjért cserébe biztosítja a helyeket. Új megállóhelyek lesznek a Széchenyi utcában kijelölve, hiszen az van a legközelebb ugye magához a születésnapi rendezvényekhez, hogy elérhetőek legyenek. Arról nem is beszélve, hogy a volt pártház ugye, melletti parkoló az le lesz zárva, mert a rendezvények igénybevételje miatt oda nem lehet parkolni. Élményekre éhesek a kamaszok, amit sokan drogokkal, alkohollal szereznek be, többek között ezért veszélyeztetett ez a korosztály, hangzott el a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács legutóbbi ülésén. Az iskolai pszichológusokat legtöbbször szorongással, pánikbetegséggel keresik fel a fiatalok. Alig bír menni, annyira részeg ez a tinédzser. Tele van a legnagyobb videó megosztó maga tehetetlen, vagy éppen táncoló, nevetgélő, ittas fiatalokat bemutató felvételekkel. Az iskolai pszichológus azt mondja, a tínédzserek élményekre vágynak, és többen közülük ezeket drogokkal, alkohollal, iskolai balhékkal szerzik be. A felnőtt világgal való szembehelyezkedés eleve jellemző erre a korosztályra, mint ahogy a lustaság is életkori sajátosság. 14 éves korban, 15 éves korban pont a kamaszkorosztályos közepén van, a legkevésbé terhelhető, és mikor kell neki pályát választani, és a pontokat figyelni, ugye? 14 éves korban, amikor is akkor rá is tesszük a parát, hogy most jön el az életed, fiam. A Szexárdi Szakképzési Centrum iskolai pszichológusát legtöbbször szorongással, pánikbetegséggel keresik fel a fiatalok. Vannak azok a fajta szorongások, amik a család nem jó működéséből erednek,
amikor a szülők, nem feltétlenül gondolok én itt arra, hogy bántalmazzák a gyereket, de sokszor az elhanyagolás és a magára hagyott, elhanyagolt gyerekek, sokat dolgoznak a szülők, nincs idő beszélgetni a gyerekkel, nincs idő az élményeit, a félelmeit, az aggodalmait átbeszélni, és így magára marad ezekkel a félelmekkel. A szakember azt mondja, kitolódott a kamaszkor. Ma már 10 éves kortól egészen 30 éves korig eltarthat az ambivalens érzésekkel, magatartás problémákkal, a világgal szembeni ellenállásban megnyilvánuló kamaszkor, ami kihívást jelent a tanároknak és a szülőknek egyaránt. Ez az a korosztály, amire nagyon oda kell figyelni. Ám ezt a figyelmet nem mindig kapják meg a családtól, mondja a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ család- és gyermekjóléti szolgálatának munkatársa. Ebbe a felgyorsult világba elfelejtünk egymásról beszélgetni. Tehát, hogy azon fajta emberi kapcsolatok már így virtuálisan tudnak működni, nyilván ott kevesebbet sérülök, nem kell néha így önmagamat így adni, de alapvető probléma szerintem a kommunikációnak a hiánya, az önismeret, ami fontos lenne, a helyes önismeretet, hogy én gyakorlatilag így egy családban betöltött szerepem. Egy 2016-os európai felmérés szerint a magyar fiatalok majdnem 40%-a részegedett le a kutatás előtti egy hónapban. Ez jó néhány százalékkal több, mint az európai átlag. A magyar 16 évesek 13%-a már kipróbálta a marihuánát. Más kábítószert a válaszadók 6%-a fogyasztott. Könnyedén megtehetik ezt, mivel igen könnyen hozzá lehet jutni. Egy pécsi kutatásból kiderült, hogy Dél-Magyarországon a szakképző iskolákban, szakközépiskolákban gond nélkül be lehet szerezni az úgynevezett designer drogokat. Nyílt napot tartott az MVM Paksi Atomerőmű ZRT. A hagyomány szerint minden évben vendégül látnak településeket a környékről, annak érdekében, hogy megismerjék az atomerőművet. Az idei évben Dunaföldvár és Uszót kapott meghívást. A Paksi Atomerőmű bejárata előtt tartott rendezvényre a településekre küldött meghívót követően lehetett a lakosságnak jelentkezni. Dunaföldváról 160 fő érkezett. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan járnak ide dolgozni, tudom is, hogy sokan dolgoznak itt Dunaföldváról. Sokan vagyunk úgy, akiknek hozzátartozója dolgozik itt, és csak hallomásból tudjuk, hogy nem is folyik itt, és ezért érdekes számunkra az, hogy itt lehetünk és betekinthetünk az üzem területén. Uszód 18 év után újra Pakson vendégeskedett 150 fővel. 2000-ben volt az egyik első olyan település, amely részt vehetett az akkor hagyományteremtő rendezvényen. A település számára fontos a hagyományőrzés, így uszodi néptánc bemutatóval készültek vendéglátójuk tiszteletére. Évtizedek óta létezik Uszódon tánccsoport, mindössze annyi változik, hogy más lesz a tánccsoportvezető, új korosztályok jönnek, mennek. Nagyon nehéz már egy kis településen ez a feladat, mert főleg a fiúk elég nehezen hadrafoghatók, hogy táncolni járjanak, de hát azért megoldottuk. Bedi Gyula polgármester megjegyezte, településükön még mindig van élő népviselet, de kihalóban van ennek hagyománya. A tájékoztató és látogatóközpontban a rendezvény alatt Kovács Gáborné iparművész uszódi népviseleti ruhákba öltöztetett babáit csodálhatták meg az érdeklődők, melyből egyet Kovács Antalnak adtak át településük ajándékaként az ünnepi tortavágást megelőzően. Az MBN Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója kiemelte annak jelentőségét, hogy a személyes jelenlét mennyire fontos. Ez a leghitelesebb információnyújtás, ez az igazi együttélés és barátság. Hogy aki személyes élményt szerez az atomerővel kapcsolatban, a sokkal támogatóbb, sokkal elfogadóbb. Azt kell érezzék az emberek, hogy bejöhetnek, bármit megkérdezhetnek. A gyermekeket kézműves sátor, ugrálóvár, rodeóbika, habparti várta. A felnőttek kis vonaton közlekedve ismerkedhettek meg az üzemi területtel. A nap zárásaként Zoltán Erika adott koncertet, majd kihirdették a horgászverseny győzteseit. Negyedik alkalommal rendeztek búcsút Szekszárdon a Fősővárosi Kör szervezésében. A hajdan nagy jelentőségű egyházi és társadalmi esemény kicsit modernizálódott változata ma is sok embert vonz a csurgóhoz. Bár a lovaskocsit már a traktor váltotta föl, a gyerekek ezt is nagyon élvezték, épp úgy, mint a búcsú elmaradhatatlan kellékeit, a körhintát vagy a céllövöldét. A búcsúk hagyománya és a nosztalgia is sokakat vonzott a Nemete csurgó környékére. De régen hát ugyanúgy rengeteg sátor volt, ringlispil volt, és rengeteg gyerek volt. Minden évben többen vannak, tehát ahogyan megismerik, megjönnek, mint mindig többen vannak. Mostan délelőtt a misén is többen voltak, itt is
már szinte nem volt hely, annyian voltak. A szervezők idén is elsősorban a gyerekek szórakoztatására koncentráltak. Szolár Zoltán, a baráti kör elnöke azt mondja, évről évre szemmel láthatóan többen jönnek. Isten igazából ez a program, ameríti ki a legjobban az energiáinkat és a mindenkit. De idén történt már az meg, hogy nem nekem kellett úgymond keresni a tagokat, hanem a tagok kerestek meg engem, hogy hát ebbe azt a feladatot én szeretném, azt a feladatot én szeretném, úgyhogy ez egy pozitívum. A fősővárosiak búcsúja, mondja az elnök, már elért arra a szintre, hogy a fellépők is maguk jelentkeznek. Arra a szintre kezd emelkedni, mely a régi időkben is volt. Meghatározó társadalmi eseményé nőtte ki magát az elmúlt 4 esztendő alatt. Missziós nap keretében vették birtokba a nemrégen elkészült új többfunkciós sportpályájukat a diákok a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A missziós napot a katolikus egyház évnyitó napjára időzítették a szervezők, ilyenkor a hívek világszerte az elesettek támogatására hívják fel a figyelmet. Röplabdázni tanultak a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium diákjai az iskola néhány hónapja átadott új sportpályáján. A helyi gimnázium Szent István tiszteletére megrendezett missziós napján a sportprogramok mellett Szent István királlyal kapcsolatos szellemi vetélkedőn, kézműves foglalkozásokon és beszélgetős vitákban is részt vehettek a gyerekek. A szervezők egyik célja az volt, hogy megmutassák, az egyházi iskolák nem csak a diákok lelki-szellemi, hanem a testi fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Belefér az életnek a mai lüktetése, a testnek, a léleknek, a szellemnek, az értékeinek a növelése, nevelése. A missziós napot a katolikus egyház évnyitó napján első pénteken rendezték meg. Ezen a napon az egyház hívei világszerte kiállnak az elesettek, a rászorulók mellett. Van, ahol például kórházakban fekvő betegeket látogatnak meg. Tolna plébánosa ennek kapcsán azt mondta, segíteni a mindennapokban látszólag jelentéktelen apró gesztusokkal is lehet. Néha csak ennyiből áll, hogy időnk van a másikra. Nem kötelező. De hogy mégis van időm meghallgatni, befogadni a másikat, szeretetnek azt gondolom ez egy egészen konkrét formája. A Tolnai missziós napot az István a király rockopera énekesének, Varga Miklósnak a koncertje zárta. Nagy küzdelem után végig pörgős meccsen jutott tovább a Magyar Kupa első fordulójából a Fekete Gólyák NB1-B-s csapata, a szintén második vonalbeli Nemzeti Kézilabda Akadémia ellen hazai környezetben. Kiegyenlített szoros első félidő után a Balatonboglári együttes egészen a második félidő közepéig életben tartotta győzelmi reményeit, ekkor azonban a szekszárdiak megfogták a vendégek gyors átlövőit, és a mérkőzés hajrája az utolsó 10 perc már egyértelműen a Fekete Gólyáké volt, akik így 15-15-ös félidő után 28-24-es győzelemmel jutottak a női kézilabda Magyar Kupa második fordulójába. Regionális híreink következnek. Nem elég a 40, a szövetség Pécsért több elektromos buszt szeretne. Digitális világ, egy ügyfélszolgálati robot is bemutatkozott Siófokon. 11 boglári akadémistát támogat a szövetség, a jövő felnőtt válogatottjait nevelnék. Negyvennek a duplája kell az elektromos buszokból Pécsre, hogy tényleg olcsóbb legyen a közlekedés működtetése, ezt mondja a szövetség Pécsért. Hétfőn jelentette be a város polgármestere, hogy összesen 40 elektromos jármű lesz a pécsi buszflottában, azonban a szövetség szerint ez nem megoldás, mert így nem csökkennek a költségek. Egy hete gyűjti így a pécsi buszmegállókban a támogató aláírásokat a szövetség Pécsért. Olcsóbb busz közlekedést akarnak, amit egyre többen támogatnak a városban. Az embereknek a 90-95%-a nagyon határozottan egyetért a céllal. Ki nem mondaná, hogy jó ötlet az, hogy olcsóbb lehessen Pécsnek a busz közlekedése. Nyilván, ami kérdésként felmerül, a hogyanja. És azt gondoljuk, hogy ennek most meg is van a válasza a részünkről, és azt gondoljuk, hogy ezzel meg is lehet győzni az embereket. Most úgy ítéljük meg, ilyen 2000 körüli aláírással rendelkezünk, de ez még a hétvégéig
jelentősen fog gyarapodni. A megoldás pedig az elektromos buszok beszerzése lenne Pécsen a szövetség szerint. Azonban nem csak annyi, amiről hétfőn a polgármester beszélt. Bejelentette polgármester úr, hogy 30 vagy 40 elektromos buszt szereznek be. Azért folytatjuk az aláírásgyűjtést, mert ahhoz, amit eredetileg célul tűztünk ki, hogy olcsóbb legyen a buszozás, ahhoz 70 elektromos buszt legalább be kell szerezni, és erre forrás is van még, hiszen amit ő tegnap bejelentette, az 18 milliárd forint felhasználása, és ugye 25 milliárd forint van egyébként a Modern Városok programban. Tehát az a javaslatunk, hogy még a további 7 milliárd forintból, abból szintén buszok kerüljenek beszerzésre. Ez esetben 60-70 elektromos buszt lehetne beszerezni, amivel valóban olcsóbb lenne a pécsi buszközlekedés. Ennél kevesebb e-busz 1-200 millió megtakarítás jelent az üzemeltetésben, amit elvisz a dízelbuszok szervizelése, üzemanyagdíja. Mint ismert, veszteséges a pécsi közösségi közlekedés fenntartása. Évente 1,5 milliárd forint hiányt termel a városnak a közlekedési szolgáltatás fenntartása. Az informatikai fejlesztések ma már életünk szinte minden szegmensében megtalálhatók, ezek a gazdaság számára is hasznosak lehetnek. A legújabb digitális fejlesztéseket Siófokon mutatták be egy konferencián, az újdonságok között egy város menedzsmentje, valamint egy ügyfélszolgálati robot is bemutatkozott. Köszöntöm a híradó nézőit! Ő itt Pepper, a kis robot, amelynek komoly feladatot szánnak a jövőben. Ő, ha nagy lesz, akkor ügyfélszolgálatos robot lesz. Franciaországban tervezték, jelenleg egy japán cég tulajdonában van, és ők gyártják. Érti a beszélt nyelvet, és képes is válaszolni, illetve mindenféle gesztusokkal tud kommunikálni. Arra találták ki, hogy szerethető legyen, az emberekhez kedvesen és barátságosan viszonyuljon, ezért gondoltunk arra, hogy ügyfélszolgálatos robotot csinálunk belőle. Akár a mérőóraállás bejelentése, elveszett bankkártya letiltása, vagy egyenleg lekérdezése is Pepper segítségével történhet néhány év múlva. A kis robot mellett számos érdekes fejlesztést mutattak be a siófoki konferencián, ilyen az intelligens digitális város. Megmutatja azokat a technológiai trendeket, amiket lehet látni ma már a világban. Látjuk azt, hogy minden, amivel dolgozunk, amit használunk, az ma már képes adatot szolgáltatni, legyen szó akár a mobiltelefonunkról, akár az autónkról, akár azokról a számítógépekről, amikor dolgozunk, vagy az irodának a gépészetéről, amiben ülünk, vagy akár egy reptérről, amit lehet látni a képen. Minden adatot termel, és ezeket az adatokat valahogyan fel kell dolgozni, és mint az intelligens vállalat, ez a mottója most a konferenciáknak, ezt mutatjuk be. A technológiai fejlesztések a gazdaság számára is hasznosak. A kamion belsőbe álmodott intelligens világ megmutatja azt is, hogy egy csirkefarmon például miként tudják kiszűrni a beteg állatokat hang- és videófelvétellel vagy hőképpel. Ezzel időt nyer és gyógyszeres költséget is tud spórolni a gazda. A kisvállalkozók több mint 70%-a érzi úgy, hogy szüksége volna digitális tudásának fejlesztésére, hiszen szerintük az elektronikus csatornákat jól használó cégek gyorsabb fejlődésre képesek, derült ki az Erste Bank kutatásából. A tudás megszerzésén túl a tőkehiány jelenti a legnagyobb problémát a kisvállalkozóknak, amelyek különösen gyorsan fejlődnek. Baranyában az országos átlagnál továbbra is gyorsabb a hitelfelvétel. A digitális ismeretek bővítésére ingyenes képzést szervezett az Erste és a Google közösen Pécsre. Szeptember 19-én a Jókai rendezvényházban tartják az eseményt az előzetesen regisztrált vállalkozásoknak. A vállalkozók számára ingyenes 360 fokos vállalkozói képzést tart a Google Magyarország és az Erste Bank Pécsen. Szeptember 19-én a Jókai rendezvényházban a résztvevők nem csupán azt tudhatják meg, miként tehetik sikeresebbé vállalkozásukat, hogyan fordíthatják a javukra a digitális technológiákat, alkalmazhatják sikerrel az online marketing eszközeit. Nemrégen végeztünk egy kutatást, kíváncsiak voltunk a vállalkozók digitális fejlettségére, és itt hallottuk tőlük a kutatás során, hogy 70%-a a vállalkozásoknak nyitott arra, hogy az ismereteit tovább bővítse. Ezért gondolta úgy az Erste, hogy az egyik fő ügyfélkörét, a kisvállalkozásokat nem csak a banki ügyekben, hanem a digitális ismereteik bővítésében is segítse. Ezért küldetésüknek érezték, hogy megszervezzék a képzést. Ezen a vállalkozói tevékenység egészére kínálnak megoldásokat. Nem csak a digitális technológiák, hanem beágyazva ezt a vállalkozói tudásban, milyen sikerfeltételek vannak,
de beleértve a digitális technológiákat, hogy hogyan tudják használni, akár az AdWords-öt is, de beszélünk arról, hogy milyen kockázatok vannak a vállalkozások életciklusában, és ezeket a kockázatokat hogyan tudják pénzügyi megoldásokkal hatékonyabban kezelni. A képzéssel nem ér véget a bank segítő tevékenysége. Személyes tanácsadással, önálló honlappal, ahol információkat osztanak meg, a vállalkozások fejlődését kísérik figyelemmel. A mikro, kis és közepes vállalkozások teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90%-át, foglalkoztatják a munkavállalók felét, és adják a GDP negyedét. Baranya megyében több mint 63%-kal emelkedett az Erste Bank által nyújtott kisvállalkozói hitelek állománya ebben az évben. Ez mutatja, hogy a vállalkozások fejlesztenek, gazdasági erejük nő. 70%-uk szerint a digitális technológiák használata versenyelőnyt jelent nekik. Ez segíti az Erste és a Google közös képzése, amit szeptember 19-én tartanak Pécsen. A képzésre regisztrálni a Business Bootcamp oldalon lehet. A Nemzeti Kézilabda Akadémia fiataljait is beválogatták a Magyar Kézilabda Szövetség által indított elit programba. A 30 fős keretben 11 nekás tehetség kapott helyet. Szakmai, sportegészségügyi és anyagi támogatást kapnak a kézilabdázók, akik fejlődését folyamatosan nyomon követik majd. A cél, hogy később élvonalbeli csapatok és a válogatott tagjai lehessenek. Érettebb lettem. Erősödtem, a játékom is talán magasabb szintre lépett. A Dabasról származó Bence negyedik tanévét kezdte meg a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Őt is beválasztották az elit programba. Ez nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen így jobban figyelnek ránk a szövetségben is, és ez 15 embert jelent. Nagyon kevés, és nagyon boldog vagyok. A Magyar Kézilabda Szövetség által elindított elit programba az ország legtehetségesebb fiatal kézilabdázóit válogatták be. A Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiáról 6 lányt és 5 fiút. Ők ünnepélyesen aláírták az együttműködési megállapodást. Alapvetően úgy gondolom, ez egy hatalmas siker, mind a fiatalok szám, mind az akadémiának, hiszen férfi és lány szinten 30 játékos válsz ki a Magyar Kézilabda Szövetség, és ebből 11 játékos a Nemzeti Kézilabda Akadémia program számára. Ez azt mutatja, hogy milyen képzés folyik, a 4 évben hova juthatnak a fiatalok, és ez adhat tényleg örömet a magyar kézilabdázásnak. Egy szakmai csapat segíti majd a kiválasztott fiatalok fejlődését, annak érdekében, hogy a korosztályos válogatottság után a felnőtt keretben is meghatározó szerepet tudjanak betölteni, mondta Zsiga Gyula, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója. A korosztályos válogatottságnak a szintje az gyakorlatilag szintén egy kiemelt és egy nagyon fontos része a kézilabda palántáknak a fejlődése szempontjából, de a nagy felnőtt válogatott szint az egy kicsit arrébb van, és ez az elit program gyakorlatilag ezt próbálja segíteni, egyénileg menedzselni, szakmailag, emberileg ezeket a gyerekeket, hogy minél hatékonyabban és minél jobban tudjanak készülni arra, hogy ők felnőtt válogatott kerettagok legyenek. A serdülőkortól egészen a juniorkorig támogatják a kiválasztott fiatalokat egy ösztöndíjrendszerrel is. A klubok támogatottságot élveznek anyagi lehetőség szempontjából, illetve van egy szakmai tím, aki folyamatosan fél évente felméréseket végez, visszacsatol, és azokat a hiányosságokat, amelyeket ez a szakmai tím úgy véli, hogy pótolni kell, azokat a klub szinten a napi edzés munkába is beépítik az edzők. A női szakágat Hajdú János, a férfi szakágat pedig Gyurka János vezeti és koordinálja majd. Majdnem 100 tacskót tartottak mostoha körülmények között Barcson. A barcsi rendőrkapitányság az állatmentő szolgálat alapítvány bejelentése alapján állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. Az egyenruhások egy barcsi lakóházban a társszervekkel együtt folytatott házkutatás alkalmával 92 tacskót találtak, akiket nem tartottak megfelelő körülmények között. Az egyik szobában összezsúfolva elhelyezett ebek nagy része nem rendelkezett csip azonosítóval és okiratokkal. A rendőrök az állatokat lefoglalták, majd az illetékes állategészségügyi állomás segítségével gondoskodtak az elszállításukról. A feltételezett elkövetők elszámoltatása jelenleg is folyamatban van. Végül nézzük, miről szólt a híradó. További parkolók épülnek Szekszárdon, a Kadarka lakótelepen fejleszt az önkormányzat. Veszélyeztetett korosztály, sok fiatal drogokkal szerzi be élményeit. Uszód és Dunaföldvár volt a két vendégtelepülés, nyílt nap a Paksi atomerőműben.
Missziós nap, az elesettek támogatására hívják fel a figyelmet Tolnát. Csütörtökön mérsékelt felhősödésre van kilátás, de így is meleg lesz délután, és csapadék sem hullik. A legmagasabb hőmérséklet 28-29 fok között alakul. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!